ami belefér. Egy óra Gál Ildivel. Bizony, és ezúttal élőben, most már némi nyári kikapcsolódás, meg pihenés után. És egy olyan valaki lesz most a vendégem, aki talán örülni fog annak, ahogy bemutatom, legalábbis nagyon bízom bennem. Kollár Istvánnak hívják az urat, és hogyha azt mondom rólad, hogy dokumentumfilm rendező, akkor remélem, hogy a szívednek kedves dolgot mondtam. Szia. Igen, köszönöm. Hallgattam ugyanis egy veled készült beszélgetést, ahol azt mondtad, hogy neked a dokumentumfilm rendezés a szíved csücske, noha azért foglalkozol sok minden mással is. De, ami miatt most itt vagy nálunk a rádióban, az egy olyan munkád, ami lassan a végéhez közeledik, és talán már 5 éve, ha jól tájékozottam, foglalkozol ezzel a dologgal. Készül egy film, egy dokumentumfilm, aminek te vagy a rendezője, és talán az egyik legfontosabb összetevője, bár te biztos nem erre utalnál először, hogy ugyanis saját pénzből készül, és szerintem ez óriási dolog, erről is beszélünk majd, meg arról is, és már is átadom a szót, hogy ennek a filmnek az a címe, hogy Alzheimer, és szerintem ez nagyon sokat mondom. Miért? Miért ez a címe? Miért ez a film, miért ez az ötlet, miért ez a címe? Miért? Hogy a fenébe jutott ez eszedbe? Szóval innentől kezdve mesélj róla egy kicsit. Jó, kezdem azzal, hogy nekem a dokumentum filmezés az valóban mindig a szívem csücske volt. Ugyanis én 25 éve, hát kimondani is sok, de 25 éve gimnazista korom óta a filmekkel foglalkozom. Nyilván először hobbi, aztán munka melletti munka, aztán most már teljes értékű munka. De én prostituálódtam a filmek terén, mert image filmek, reklámfilmek és egyéb dolgok. Hát az a kenyérkereset. Az, hogy a megélhetés, nyilván. Igen, és a szerelem gyerek a filmezés terén, az 2 dolog volt, az egyik a játékfilm, ebből 2 sikerült készítenem, de az is már 10 éve van az utolsónak, hogy megcsináltam, és nem lett jó, tehát... Nem lett jó? Hát nem. Oh. Én merem mondani, mert... Aha. Hát mert te mondhatod, de csak te. Igen. Együtt csináltuk, arra büszke vagyok. De ezek nagy mozi filmek? Ez rendes, kis... nagy forga, tehát nem vagyunk a porton vele, tehát ez egy hivatalos magyar filmek. Amire büszke vagyok, hogy megcsináltuk. Technikailag azt mondom, hogy a magunk mércéjével egész jó. Hát nyilván a színészek, a casting, a dramaturg, tehát minden olyan, amihez az emberek sok évet tanulnak, azt mi ugye magunk csináltuk, és ez látszik rajta. De egy-két ilyen 80-as évekbeli amerikai szörnyűlet, ami a tévében néha megy, ahhoz képest szerintem egész nézhető, de hagyjuk, tehát szerintem... Még egy picit ne hagyjuk, bocsánat, és akkor azt mondod, hogy ezek fikciós filmek, tehát nyilván valami saját sztori, általad írott, általad rendezett, azért 2 szót ennek is szenteljünk. Jó, 2 szót szentelünk, az a cím, hogy véletlenül szándékos. Véletlenül szándékos. Véletlenül szándékos. Egyébként én mindig egyszavas címeket adok, kivéve a kettő, mert ez annyira tipikus. Ez egy krimi, arról szól, hogy van 4 lány, aki mindegyiknek megismerjük a kis előtörténetét, ezek között van drogos, van olyan, aki a szerelmi bánata van éppen, stb. És ők elhatározzák, hogy mint a régi szép időkben ők együtt elmennek nyaralni egy olyan házba, ahol régen együtt nyaraltak, tulajt nem érik el, hát ezért kiderítik, hogy nincs itthon, úgyhogy oda betörnek, és ők ott nyaralnak. De hát ugyanezt a feladatot kapja 2 bűnöző is, akik ugyanabból a házból kell valamit elhozniuk. Akik rögtön a film elején egy 6 perces autós üldözéssel, amiben egyébként 6 autót törtünk, és mi győriek vagyunk, és a Győr Pláza főbejáratát is betörtük autóval, tehát ez egy ilyen győriek körében ez... Ez volt a véletlenül szándékos. Igen, na most a 3 rendőr figyelmét fölhívja magára a 2 bűnöző, és a 2 bűnöző betör abba a házba, ahol a lányok vannak. Ott történik egy elhalálozás, az egyik bűnözőt, a lányok ott a dulakodásban leszúrják, és indul a bonyodalom, hogy egyáltalán kik a lányok, miért vannak ott, a rendőrök nyomoznak, a bűnözők kevernek, kavarnak, és... Szerelmi szál. Szerelmi szál minimális van a filmben, szex jelenet van, mert az kell, de az csak egy ilyen diszkó utáni jelenet. Úgy nem rossz a sztori, egy kicsit túlbonyolítottunk már a végén, mi se tudtuk, hogy most akkor kinek volt mi a direkt, és mi a véletlen, de az egész egy ilyen nagy kavarc, van egy csattanó a végén. Ez milyen akár hosszú? Jó is lehetett volna, ez 83 perces azt, volt. Tehát akkor ez gyakorlatilag egy nagy ez film, vagy majdnem nagy film. 100 perc hosszú volt, és akkor a Budapest Film, aki forgalmazta, közölte, hogy gyerekek, ez 80.
És akkor komplett szereplőket vágtunk ki, persze. Azt a minden. Ezek mindig mennek. Na hát én most tegnapi friss élményem, javaslom, hogy tekintsd meg a csatornán forgalmazott Eufória című sorozatot, hát, és aztán vesd össze az előbb elmondottakkal. Aztán léphetünk tovább. Ja, jó. Ez most egy friss amerikai sorozat, egyébként is egy magyar operatőre van, és egyébként operatőrileg nagyon érdekes, meg minden, és a mai amerikai tinédzserekről szól, drogról, szexről, stb. De lépjünk tovább dokumentumfilmügyben. Okay. De én újságíró végzettséggel rendelkezem, meg grafikusként dolgoztam, meg marketingesként, meg grafikai csoportvezető, meg marketingvezető, meg tehát a kreativitás, a vizualitás, maga a reklám, az mindig az életem része volt, és ugye emellett mentek a filmek, klippek, összeállítások, rendezvény, az ilyen event promotion-nak hívják magyarul, tehát hogy ezek mentek, de engem az újságírói létem, nem véletlenül végeztem azt, tehát mindig motoszkált a fejem, hogy kérdezni, olyan embereket, olyan témákat felhozni, ami érdekes, és tudom, hogy többeket érdekel, vagy nem merik megkérdezni. Én egyébként rádióztam Győrben, meg egy picit a Petőfin, még a MR2 előtti néhai Petőfin. Pont egyik nap kérdezték, hogy milyen rádiókban voltam, és ahogy felsoroltam, mindig elő oda kell tennem, hogy néhai. Mindegy, szóval egyik sincs már. Ezek főleg helyi győri rádiók voltak, mert Moson-Magyaróváron volt egy Lajta Rádió nevű rádió, amit nagyon szerettem, és talán ott volt a legjobb, legprofibb, és mindenki minket hallgatott ott a sziget közben. Úgyhogy ezt élveztem, az nagyon jó volt. Tehát a rádiózás is e felé ment, csak mivel ezek kereskedelmi rádiók voltak, egy picit pörgős, egy picit ilyen... De hát az is profilodba vág, akkor e szerint. Abszolút a profilomba vágott, meg én a Jáksó Lacitól nagyon sokat tanultam, ültem mellette sokat a Danubiusban. Nekem évfolyam társam volt. Igen, na, van közös ismerősünk most már. Na, és hát mondhatom azt, hogy én éppen olyan hülye vagyok, mint ő, vagy próbáltam, úgyhogy nekem ez egyébként nagyon, nagyon bevált, és én mindig egy picit a balhét kerestem rádiós korszakban. Aztán megismertek a főszerkesztők, és a végén már nem engedtek annyira, hogy is mondjam. Tehát bizonyos műsor ötleteimre mondták, hogy István, ezt neked nem engedjük, mert tudták, hogy ebből botrány lesz, de mondtam, hogy a hallgatottságot szül. De nyilván ez egy ízlés keretein belül kell érteni, de a humor, merni olyat kérdezni, amit más úgysem mer attól és úgy megkérdezni, tehát ez volt nekem a profilom, de aztán ezt abba hagytam, egy kicsit eltaktikáztam itt az életemet, és abba maradt ez a rádiózás. És akkor hát ahogy az ember komolyodik, meg az X-eket huszkodja be az évei számába, akkor úgy nyilván más témák felé is evez, és én egy cégnek készítettem egy... Hát ez az irányított dokumentumfilmnek hívjuk, amikor van egy termék, és akkor elkezdünk embereket felkutatni, akik használják, és megpróbálunk róla, legalábbis én megpróbálok róla valós képet adni, de nyilván ugye ez egy kicsit irányított, tehát a negatívumokat kevésbé rakja bele az ember, az ismeret terjesztés inkább De bocsánat, nincs ebben ellentmondás a valós kép és a negatívumok kivétele között? Én csak kérdezem. Annyi van, hogy én sosem fizettem azért embereknek, hogy mondjanak jót. Tehát így értem. Tehát ha mondott jót, akkor mondott jót. A negatívumból is vágtam egyébként, annyira nem mondtak negatívumot, mert nyilván aki kötélnek állt és hajlandó volt fél napot eltölteni velünk és oda menni és bemutatni, hogy ők hogyan élnek, hogy használják éppen azt az eszközt, akkor ők eleve nem mondtak negatívumot. De és ez az irányított dokumentumfilm, ez az adott cégnek, a termékegyártó cégnek a megrendezésére készült. Hát ez egy hosszú reklám igazából, csak én, amire nagyon figyeltem, ez már így zsigerből bennem volt, hogy tehát hazudni ne hazudjunk. Vagy ne téves képet adjunk az embereknek. Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Jó, menjünk egy kicsit tovább, mert azt értem, érzem, hogy oda akarunk kiukadni feltehetőleg, hogy hogy lett ebből a dologból az Alzheimer. Igen, csak lassan közelítem. De nem, nyugodtan közelíts, lassan szeretném is érteni. Ez egy vágási pont, mondjuk így. Oké. És egy ilyen termék bemutatása közben 5 évvel ezelőtt, ha csúnyán akarom mondani, akkor futottam bele ebbe a történetbe. Egy hölgy akkor már 6-8 éve otthon ápolta a férjét, Alzheimer, Parkinson. Hát azt mondom, hogy egy öntudattalan, mozgásra abszolút képtelen férfit kell elképzelni, nem is annyira idősen éppen, hogy 60 volt akkor, sőt, talán 55, nem számoltam utána. A lényeg, hogy a hölgy egyedül
ápolt, és ez önmagában egyébként még mindig nem az, amit az ember érdekeseképpen bemutat, de engem úgy nem fogott meg. Ami megfogott, az a hölgy amit és ahogy mondott. Uh-huh. És tehát a hölgy egészséges? A hölgy és abszolút, a férje. Igen, és a férje az, aki ilyen beteg. Uh-huh. És ahogy ő beszélt az életről, a szeretetről, a gondoskodásról, arról, ahogy az emberek viszonyulnak a világhoz, ahogy kellene viszonyulni a világhoz, ahogy ő bezárva él napi 24 órában úgy a férje mellett, hogy 2 méternél távolabb nem megy el tőle, tehát hogyha föl is sikerült ültetni egy székbe, akkor is kikötöztem, mert eldől, a sarokba kellett akkor is raknia, mert el tudott dőlni, hogy úgy megy vécére, hogy odahúzkodja a férjét, tehát hogy ő ilyen szinten él, és mégis sokkal jobban látta a világot, mint jó páran mi. És én szégyeltem magam, ugye napot ott együtt töltöttünk, és akkor ahogy mondta, hogy higgyem el, hogy nem az a lényeg, hogy mit tudom én, nyikorog az autómon a fék, hogy rohannom kell mindig mindenhova, hogy miért nem olyan édes ez a kávé, vagy mi a lényeg? Miért? Sokkal a kapcsolatok, a beszélgetések, az emberekhez való viszonyulás, a világban a jó dolgok meglátása, hogy egy kicsit örüljünk annak, hogy mondjuk látjuk a naplementét, mert mondjuk egy vakember nem tudja. Vagy oda tudunk futni valahova, mert egy féllábú vagy egy tolókocsiba kényszerült ember nem tudja. És hogy mi ezeket értékeljük, hogy van, aki minket szeret, van, akit tudunk, hogy vannak gyerekeink, akik egészségesek. Tehát, hogy amink megvan. Nyilván, ha valakinek ez nem adatott meg, akkor is találja meg azt, aminek tud örülni, és ő nem beletemetkezett magába, meg nem befordult, hanem valahogy másképp látta ezt, és olyan, én akkor úgy éreztem, hogy ez az a hölgy, akit egyszerűen nekem be kell mutatnom. És én akkor már nagyon gondolkoztam egy olyan dokumentumfilm sorozaton, aminek az a neve, hogy Black Grand. Ez ilyen kis angol szó vicc, mert ugye a background, a háttér, ez meg background, mert az eredeti célom az volt, hogy egy teljesen fekete stúdióba hívom meg az embereket, ugye ezért black, és egy mély interjú formájában beszélgetünk. És ezt a hölgyet is ide szántam, ebbe a sorozatba, de aztán én visszamentem hozzá, újra beszélgettünk, mesélt egy kicsit erről a betegségről, mesélt arról, ahogyan ők éltek, és akkor volt a Schumachernek ez a balesete, és teljesen ledöbbentett az, hogy van egy ember, akit ismerünk, ugye Schumacher esetében nyilván tudjuk, hogy kiről van szó, de én az ő férjét nem ismertem nyilván, tehát akkor én nem voltam ebben a témában érintett, de ott volt egy Schumacher, aki egyszerűen bevágja a fejét, amit bármikor bárkivel megtörténhet, velünk is, veled is, bárkivel, és onnantól kezdve, csúnyán fogom mondani, növényként éljük az életünket. És hogy ez hova tűnik az ember, hova tűnik az én tudat, mit kezd ezzel egy hozzátartozó, tehát az igazi dráma az ez. És ez engem elkezdett foglalkoztatni, és akkor ez a hölgyhöz visszamentem egy újabb interjúra, és akkor éreztem azt, hogy ebben a történetben több van, mint egy mély interjú, hanem itt egy kicsit utána kéne menni ennek a betegségnek, hogy egyáltalán mi ez és hogy van. Kollár István ennek a műsornak a vendége, Kollár István dokumentumfilmrendező, és hát most közvetítek egy kicsit, hogy mi történt itt zene alatt, jó? Mert Vályi Gábor kollégám, hogy is mondjam, szakemberként hozzászólt a kérdéshez, és éppen válaszoltál volna, úgyhogy ahhoz, hogy a hallgatók is be tudjanak kapcsolódni, megismétlem a kérdést. Úgy szólt tudnilik, hogy ez a hölgy, aki téged inspirált ennek a dokumentumfilmnek az elkészítésére, ebben a helyzetben, amiben most van, áldozatként éli meg magát, önmagát, vagy hősként, illetve az is kérdés volt, hogy te hogy nézel ő rá ebben a helyzetben? Igen, de ez egy párbeszéd volt az a baj, és most én csak válaszolni tudok, de... Hát majd a Gábor bólogat, én meg majd jó, bábozunk egy kicsit. Kifejtette közben a kérdést, mert én mondtam, hogy igazából egyik sem, mert nem tekinti magát hősnek, hanem pont arról beszél, hogy ez mindenkitől, akit az ember szeret és társának hív, az egy elvárt, nem is elvárt, hanem egy abszolút
standard dolog, tehát hogy azt mondjuk, hogy egyértelmű, hogy ápolom és nem lököm el, tehát ő ezt vallja. Áldozatnak, meg ugye itt kezdtünk el beszélgetni, hogy én mást tekintek áldozatnak, valahol minden hozzátartozó az én meglátásom szerint az, hiszen én azt hívom áldozatnak, aki nem úgy él és cselekszik, ahogy ő azt szeretné, hanem hogy a körülmények rákényszerítik. Tehát ilyen szempontból áldozat. Ő nem annak fogja fel magát. A családjuk egyébként hát valamelyest széthullott, nem széthullott, ebben is ő egy kicsit azt mondja, hogy a gyerekek távol vannak, stb. Tehát, de ő nem kényszeríti rá a többiekre az áldozati szerepet, akkor így mondom, hanem ő ezt bevállalta. De igen, megtartja magának. Tehát ilyen szempontból igen. Egyébként, bocsánat, a legutolsó felvételek decemberben készültek az úrral, és rá két hétre meghalt egyébként. Tehát ővel azóta egyszer beszéltem, mondta, hogy meglátogat majd Győrbe, ez még nem történt meg, ő nagyon szét van ettől esve. Na, ezt akartam egyébként kérdezni, hogy azóta, a férje halála óta készült-e vele ott kamerával nem, beszélgetés? Nem. Mert az nyilván egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, hogy valaki, aki ennek szentelte x évét, hányat? 2006. Aha, hát akkor sokat. 11 nehány évét. Annak szentelte, hogy valaki tápol ezen a szinten, ahogy az imént elmesélted, az mit kezd most magával, ha eltűnt ez a feladat az életében? Hát, ez érdekes lehet. Igen. Ez érdekes dolog, erről aztán sokat nem akarok egyébként beszélni. Én pár év ezelőtt lettem érintett ebben a témában, anyukám lett Alzheimer-es beteg, úgyhogy mi végig csináltuk vele, elég rapid, ő is Parkinsonnal együtt, tehát két év alatt elment, de látom azt a családban, apukám, stb., hogy 50 év házasság után, egy aktív házasság után mennyire nem tud magával mit kezdeni egy ember. De hát ez már egy külön történet. Igen, ez egy másik, hiszem, ez egy másik film lenne, hogy mit kezdjünk egy ilyen eset után. Hát lehet, hogy majd ebből is egyszer lesz film, de azért ezek elég nehéz. De előbb föltettél egy olyan kérdést, ami talán az egésznek a gerincét képezheti, ugyanis azt mondtad, hogy hova tűnik a betegség kapcsán, hova tűnik az ember, igen, hova tűnik belőlünk az, aki voltam, aki. Hogy zajlik pontosan ez a betegség? Ugye nagyon sokan talán, még talán az érintettek is keveset tudnak arról, hogy ez a betegség egész pontosan mit vesz el a személyiségből, mi az, amit megváltoztat. Ugye én magam is meséltem az érintettségről, és arról is, hogy olykor, bár mondom, kiderült, hogy az én édesanyámnak nem Alzheimer-e volt, tehát a demencia az kicsit más jellegű betegség nála, de hogy ez a típusú betegség mi az, amit megváltoztat az emberen? Mert hogy megváltozik olykor a személyiség is, ennyit tudunk. Abszolút. Tehát, hogy nagyon nehéz mondjuk szeretni valakit, akire úgy emlékszünk, hogy ilyen volt, és aztán valami egészen másfajta személyiségvonásokat is fölvesz. Igen, nagyon nehéz. Két gondolatot tudnék ehhez. Az egyik, amit nem a legtöbb, hanem talán az összes orvos mond, hogy például ez a betegségben sosem a beteget kezelik, mert hogy azt nem tudják, hanem mindig a hozzátartozóval foglalkoznak. Tehát az összes intézményi, magán úton történő alapítványok, társaságok mind a hozzátartozóval foglalkoznak, mert a hozzátartozó előbb tönkre megy ebben a betegségben, mint maga a beteg. És mondjuk ez alól a törvény alól volt kivétel ez a hölgy? Akár a tönkremenés törvénye? Nyilván nem megy mindenki teljesen tönkre. Hát ő azért mesélt nehézségekről, hogy egy mondatát idézzek. Mondta, hogy ő elgondolkodott azon, hogy felhozza a pincéből a puskát, és előbb a férjét, aztán ő önmagát. Tehát azért eljutott erre a pontra, és szerintem mindenki eljut. Mit mondják az orvosok? Persze, hogy hagyjuk rá az Alzheimer-es betegre azt a téves világképzetet, amit ő gondol, mert hogyha megpróbáljuk neki megmagyarázni a valós dolgokat, hogy ő neki tényleg ez a lakása, tényleg kék az ég, tényleg ez a gyereke, stb., amit ő nem hiszel, akkor ő elkezd vitatkozni. Márpedig ő jobban tudja, hogy az úgy van, ahogy egyébként nem, hanem hogy hagyjuk rá. Tehát ha azt mondja, hogy elloptátok a pénzem, akkor azt kell mondani, hogy igen, kivettük, mindjárt visszateszem, gyere közben, nézd meg, és elterelni a figyelmét. Uh-huh. Ez tök jó elmélet. Csak ez nap 24 órájában ez nem működik.
Tehát nekem senki nem mondja, aki ápolja, akár otthon, akár kórházi dolgozó, ilyen beteget ápol, hogy az a 24 órában tökéletesen, türelmesen történik, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy ez így tud működni. Innentől kezdve maga az a személyiségváltozás, ami egy ilyen embernél lesz, a kötekedés, hát ez ugye habitustól függ. Ez most olyan, hogy milyen a részeg ember. Én azt mondtam, hogy egészen új... csendes van, aki meg igen, nem. Igen, de hogy egészen új keletű személyiségvonások kerülnek elő. Tehát például, hogyha valaki akár egy életen át hűséges volt, egyszer csak elkezd, nem tudom én, flörtölni 60-70 évesen. Tehát egészen újfajta személyiségvonások is előjöhetnek, és... Fejezd be, aztán eszembe jutott még valami, ezt gyorsan elmondom. Én igazából befejeztem. Tehát annyi, hogy annyira megváltozik, hogy és mindenkinek más, hogy. Tehát ez sem meg, nem lehet leírni, hogy ez hogyan zajlik. Nyilván vannak fázisok, hogy ad fel dolgokat. Csak hogy a türelemről beszéltél, hogy az nagyon nehéz azért 0-24-ben türelmesnek maradni egy ilyen helyzetben. Erre jutott eszem, hogy itt volt egy korábbi műsorban dr. Egervári Ágnes, aki vezet egy ilyen intézményt Biatorbágyon, és aki egyébként a Katolikus Caritasnak a főigazgatója, és mesélte, hogy ő maga gondozóként, gyakorló szakemberként is elkövette azt a hibát, hogy az egyébként 70 éves gondozott, aki naponta haza akart menni, hogy nem ami meglátogassa az édesanyját, próbálta megmagyarázni, hogy de hát az édesanyja már nem tudom, 40 éve halott. És az illető nem hitt el természetesen, és elkövette azt a hibát, hogy fogta és elvitte az édesanyja sírjához. És ettől kiváltott belőle egy olyan gyászreakciót, mintha most ebben a pillanatban történt volna a halál, és ott elolvasta a síron a feliratot, meggyászolta, megtörtént, zokogott, visszamentek az intézménybe, és másnap újra haza akart menni az édesanyjához. Tehát, hogy egyszerűen nincs értelme, erőtől csak eszembe ez a történet, hogy nincs értelme, ugyanakkor tarthatatlan is, tehát ez egy rettenetesen nehéz helyzet tud lenni nyilván. De térjünk vissza, kanyarodjunk kérlek vissza még egy picit a filmhez. Pontosan mi ez a, jól fogalmaztam én, hogy ez a mondat ennek a gerince, hogy hova lesz ebben a betegségben a korábbi, hova lesz az ember a betegség? Ez az ijesztő része a dolognak, ami miatt én azt hiszem, hogy emiatt meg a statisztikák változása, vagy a beteg létszám drasztikus növekedése miatt érdekes ez a dolog. Uh-huh. Meg az, hogy elért, tehát az én abszolút művelt, olvasott, intelligens anyukám Halloweenben futkoz Győr egyik utcáján, uh-huh. teljesen idiotizmus téveszmékkel, hogy ez hogyan történhet meg. Uh-huh. És akkor az ember megijed, hogy a statisztikák szerint én most 40 éves vagyok, mire én 20-25 év múlva 60-65 éves leszek, minden harmadik ember lesz demens beteg. Az brutális az szám. Rengeteg, az rengeteg. Tehát hogy ennek a fele igaz is sok. És ezzel nem szakmailag se hiszem, hogy fel vagyunk teljesen készülve, nem hiszem, hogy társadalmilag abszolút nem vagyunk erre felkészülve, család szinten sem. Nyilván ennek örült anyagi, szociális, mindenféle vonzata van ennek a betegségnek, hiszen kiesik a beteg, kiesik a hozzátartozó, a pénzkeresetből, effektíve, hát sokba nem kerül egy ilyen beteg, mert ugye gyógyszerek azok minimális, ami van, az sem biztos, hogy feltétlenül tökéletes erre a korra, tehát egyelőre nincs tökéletes gyógyszer, úgyhogy innentől nagyon sok problémát felvet ez a betegség, és ijesztő, hogy ez ennyire körülveszi az embert. Már csak azért is, mert én akárkivel beszélek, de szinte szó szerint akárkivel, az biztos, hogy közeli hozzátartozott tud mondani, aki ugye demens beteg, ami az időskori elbutulást jelenti. Hát most ennek azt mondják a 75%-a az Alzheimer, de elég nagy számban van az érrendszeri, a vaszkuláris alapú, tehát egy agyvérzés, vagy bármi nemű érrendszere kapcsolatos demencia. Effektíve nekünk, vagy azt mondom, hogy ha a beteg, ha a hozzátartozó részéről, teljesen mindegy, hogy minek hívjuk ezt a demens betegséget, mert a vége ugyanaz. Nyilván a lefolyása, a sebessége más, de hogy itt van egy olyan betegség, hogy fogalmunk nincs honnan jön, miért jön, nem válogat, tehát nem, de a nőknél gyakoribb azt mondják, de egyébként teljesen mindegy, hogy az ember okos vagy buta, vagy falun él, vagy városban. Minimális, szerintem ezt csak statisztikailag mondják, hogy a kövér sovány stresszes, nem stresszes, tehát hogy ez effektíve
mindegy, és ez egy olyan betegség, ami ráadásul abban sem válogat, mint sok más betegség, hogy mondjuk az ázsiaiak kevésbé, vagy a sötétbőrűek, vagy a mit tudom én, a kék szeműek, sötét szeme. Tehát nincs. Ez onnantól kezdve, hogy ember, bárki, bármikor, és ráadásul egyre korábban is kezdődik ez a betegség. Tehát nem egy 40-en éves emberről hallottam így a kis oknyomozásom kapcsán, hogy már bizony Alzheimer-es, sőt van olyan 48 éves, aki meg is halt már miatta. Tehát ez nagyon ijesztő, és közben meg ott, közben az ijesztősége az, hogy a beteg egy idő után nem tudja, hogy ő beteg. Tehát ha mi betegek vagyunk, akkor effektíven nem nagyon fogjuk tudni, hogy betegek vagyunk, és terhére vagyunk a hozzátartozóinknak. Szóval ez borzalmas. És ennek az egésznek az, hogy ez ilyen méreteket öltött, ennek az alapja az, hogy egész egyszerűen tovább élünk, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt? Hát az egyik alapja az, a másikat nem tudják. De én ezt nem értem, ez olyan, mint az óra átállítás, hogy nekem 40 éve nem tudják megmagyarázni, hogy amit az egyik oldalon nyerünk, azt elveszítjük a másik oldalon, és akkor ez most miért jó? De ez hogy hasonlat ide? Ez várja, nem teljesen értem. Ugyanúgy nem tudják megmagyarázni, hogy értem én, hogy tovább élünk, de hát az én nagyszüleim, akik már nem érnek, tehát a múlt század elején, első negyedében születettek, akik megéltek egy vagy két világháborút, attól függ, ők mind szinte, hát nem mind, de nagyon sokan 90 éves korukig éltek. Tiszta tudattal. Okay. Hát most, hogy tiszta tudat vagy nem, az mindegy, de az életkor. Csak ha csak pusztán az életkor. Tehát nézzük. Most csak a hosszabb életről. Tehát az én nagyszüleim, meg az a generáció, akik voltak 5-7-8 gyerekek, szegénységben, háborúban, üldöztetésben, stb. El tudtak élni 90-100 éves korig. Nagyon sokan. A következő generáció, akik a múlt század közepén születtek, ők az én szüleim generációja, hát ők azért, de még ők is a 80x. És akikről most beszélünk, azok a picit ugye, hát ők is ez a múlt század közepi korosztály, és akkor azt mondjuk, hogy na azért több ő, vagy az a korosztályból azért van több beteg, mert tovább élnek. Hát és az ő szüleik, ők még tovább éltek. Tehát azért 60-65 éves koráig elél az ember a nagyobb része. És senki nem úgy, tehát szerintem most jó, lehet, hogy több, bár ez se igaz, hogy a 1910-ben született generáció volt a többen, vagy az 1950-ben született generáció. Erről nincsen demográfiai adatom, de olyan nagyon nagy nem lehet az ugrás, tehát inkább utána érkezett az ugrás, tehát a 70-es évektől. De mi meg még nem vagyunk ebben a korban. Hát nyilván meg kéne vizsgálni, hogy ennek még milyen egyéb betületei vannak, és valószínűleg nem mi ketten fogjuk itt most eldönteni a stúdióban, de még ha Váhi Gábor beszél, még talán akkor se. Úgyhogy egy picit muzsikáljunk. De ő tudja. Ő tudja? Na, akkor meghallgatjuk, zenéljünk egy kicsit. Na hát ez egy ilyen műsor tényleg, hogy a zene végén gyakorlatilag a szó közben hallgatott el Kollár István. Mondom, kialakult egy hármunk közötti párbeszéd, és nagyon nehéz. Szerintem adnunk kéne Gábornak egy mikrofont, és akkor valahogy így becsatlakoznánk hárman. De ha nem, azt mondja nem, jó, akkor nem. De akkor folytassuk egy kicsit tovább. Hát ez eléggé hát riasztó kép, amit most itt fölfestettél előttünk, és gondolom, hogy ezt a módot, vagy ezt a hangvételt tartalmazni fogja, vagy mutatni fogja valamilyen módon a film is, vagy mennyire akarsz ijeszteni vele? Nem ijesztegetni akarok én, meg én ezt úgy hívom, hogy mártogatni, amikor tudod, történik egy baleset, és oda mennek az emberek nézni, hogy folyik a vér. Én ezt hívom mártogatásnak. Vannak kereskedelmi tévékben ilyen műsorok, a Pistike féllábú és Sírjunk rajta című, tehát nem ilyen filmet szeretnék, ez inkább információ ismeretterjesztő is, és dokumentarista film is, tehát magyarul bemutatom, és közben elmondok neves egyszerűséggel mindent, amit ma betegségről tudni lehet. De várjál, bemutatod ezt a sztorit, ugye, amit az idős hölgy is... Ez csak egy történetünk van, igen. Aha. Minden fázisból szeretnék bemutatni páciást. Mert hogy a betegségnek a különböző fázisából. Igen, tehát nemrég voltam egy olyan férfinél, aki abszolút tudatában van, hogy ő beteg, ő már egy-két éve diagnosztizálták, és ő így készül fel erre. Nagyon nehéz kérdezni is tőle, meg ő maga is tudja. Nagyon érdekes szembesítés. Mi az, hogy nagyon nehéz kérdezni tőle? Hát, mint újságíró, most egy olyan embertől, aki tudja, hogy mi vár rá, mit kérdezel? Üdvözlöm, hogy van? Tehát olyan nehéz.
mit tud tanácsolni másoknak, uh-huh. akik most lettek ilyen betegek, vagy a hozzátartozónak. Hogy lehet fölkészülni erre? Érted? Hát én biztos azt kérdezném neki. Én biztos azt kérdezném, hogy lehet fölkészülni arra, hogy az ember tudja, hogy ez az állapot romlik. Mit csinál? Mit? Ő azt mondja, hogy ő tettekkel készül ellene, ő ad magának feladatokat, elbütyköl a kertjében, gyűjtöget dolgokat, beszélgetnek, a régi dolgokat fel tudja idézni, és olyan érdekes volt, ott voltak az unokák is, tehát az a család például teljesen nyíltan beszél a betegségről, a 11-12 éves unokák is ott voltak végig, és tehát arra nem emlékezett, hogy előző nap mennyire jót játszott például az egyik unokával, beöltöztek, készültek fotók, és nagyon érdekes látni, majd a nézők is látják, mert felvettem, ahogy szembesítik az előző nap készült fotóval, és egyébként nagyon jó humora van ott a betegnek, és ő mindent megold humorral. De nagyon rossz lehet ezt tudni. Hogy ő beteg és mi vár rá. Nem is vagyok benne biztos, hogy ezt teljes mértékben tudja egyébként, vagy egyszerűen tényleg csak azt mondja, hogy én csinálom, amíg csinálom, és ezzel hosszabbítja meg, mert ő még emlékszik, hogy azt a farönköt tegnap elkezdtem kiszedni, ma folytatom, holnap megint, és egyszer csak kijön, és ha kijön, akkor majd egy újabb farönköt választok, és akkor így megy tovább. Tehát, hogy... Szintén a minap mesélte valaki, hogy a családban élő Alzheimeres beteg a legjobb viszonyban az 5 éves unokával van. Mert az 5 éves unokát egyáltalán nem zavarja, hogy hol így hívja, hol úgy. Hol úgy szólítja, a nagymama nem emlékszik a nevére, bárhogy, mert belefér, mert nem tudom én, bujócskát lehet vele játszani, kis kutyát az ölébe tenni, tehát egy csomó mindent lehet vele csinálni, ami a felnőtteket vagy a 10 éveseket már zavarba ejti, mert mi az, hogy a nagyi nem ismer meg. És noha tudva tudják, mégsem tudnak jól kommunikálni. Igen, szépen átkötötted, hogy a társadalmi dolgokról beszélünk. Nem volt szándékos, de hogy így van, hogy ítélik meg, mert ezt akartam egyébként mondani, hogy társadalmilag sem vagyunk erre felkészülve. Pont az egyik interjúban mondtam a napokban, hogy tehát azért ott nagyon nagy baj van, hogy azzal a társadalommal, ahol egy idős néni bemegy a műszaki boltba, és kér 2 kiflit, és kinevetjük, vagy a biztonsági őr kidobja. Nyilván ez most egy kisarkított példa, de én máshogy látom, de pont az idefele jöttem, és telefonon felvilágosítottak, hogy nem így van, hogy Magyarországon még mindig nagyon sokan tabuként kezelik ezt a betegséget, mármint a hozzátartozók és a család, tehát nem titkoljuk, mondják, nem titkolják, egész pontosan titkolják, nem beszélnek róla. Mondanám, hogy ez főleg faluhelyen igaz. Én az ellenkezőjét látom, de én egy nagyon szűk kivonatot látok, tehát nyilván aki 10 éve orvosként vagy szakmabeli... Bocsánat, minek az ellenkezőjét látok? Annak én azt látom, hogy itt nagyon felvállalják. Aha. Itt egyetlen egy olyan párral beszéltem, akik nem vállalják a filmben az arcukat és a hangjukat. Őket most győzködöm, hogy ettől függetlenül szerepeljenek, mert engem az is érdekel, aki nem vállalja, hogy ő miért nem. Na jó, de hát nem vállalja. Úgy működik, hogy egy kamerával közlekedő embernek a homlokterébe azok kerülnek, akik ezt vállalják. Tehát nem lehet, hogy egyszerűen erről van szó? Hát azért ez esetben nem. Tehát ez nem egy utcai interjú. Nem, hanem hogy akik esetleg adnak téged kézről kézre, azok egyszerűen olyan ember nem kerül ebbe a körbe, aki ezt nem vállalja, tagadja, titkolja. Nem kézről kézre adnak ebben, hanem én kérdezek meg orvosok által olyan pácienseket, akiket meg lehet kérdezni erről, és ők is arról beszélnek, hogy akiket éppen az adott faluban például ismernek, az egész falu tudja. És azt mondták nekem, hogy hát miért ne tudná a falu, hiszen pont amikor ott voltam előző nap, történt egy eset, hogy felült a biciklire a bácsi, és elindult a vakvilágba, és nem talált haza. És az egész falu kereste. És tudják a faluban, hogy ő beteg, és ha meglátják egyedül menni, biciklizni bármi, akkor oda mennek, hogy te a feleséged tud róla, hogy itt vagy, és már hívják a feleségét. Tehát jó, ha tudják, és nekem mindenhol ezt mesélik. De nyilván igen, én egy társadalmi kivonatot látok csak. Persze az a kerülök kapcsolatba, aki már eleve nyitott erre. Igen, erre bár mondom, hogy pont nem. Aha, de tehát értem, pont, jó. Pont valaki egy tévéinterjú kapcsán keresett fel, elpanaszolta, én éreztem, hogy neki ki kell mondania valakinek, aki képben van, el kell panaszolnia az ő bánatát, írt egy oldalas levelet, és én megkérdeztem, hogy ők hajlandó ezt tévében, vagy hát a kamerám előtt is elmondani, és akkor
mondta, hogy hát ha nem látszik az arca, és nem felismerhető, akkor igen, mert ők nem vállalják, a férje a beteg, és ők nem vállalják fel. Ez is érdekes, hogy a statisztika azt mondja egyébként, hogy a nők jóval, hát nem jóval, de tehát ilyen 60-40%-ban a nők a betegek, és nekem még csak férfi beteg van a filmben. Én nem válogatom, tehát nekem ez így jött, tehát azért mondom, falsa statisztika. Míg beszéltem magyar ápolókkal, akik kint Angliában betegeket ápolnak, ők egytől egyig azt mondják, hogy kint ez az angol bezártság, ez nagyon jellemző, ott például abszolút tabuként kezelik, amit ők látnak, ezt a betegséget, de mondom, idefele pont felvilágosítottak, hogy éppen ellenkezőleg Magyarországon sokkal zártabb ez a történet, és az angolok az egyik nép a sok közül, akik a legnyíltabban állnak ehhez a betegséghez. Akiket akár példaként tekint a magyar. Igen, én pont fordítva látom, de mondom, tehát ez én elhiszem azt, amit ők mondanak. Valahogy az a benyomásom, hogy nincs túl jó véleményed, vagy akár jó tapasztalatod, és nem is a társadalmi elfogadottságáról, hanem most kifejezetten az egészségügyi vonatkozásaira gondolok. Azt érzem, hogy nem gondolsz erről túl sok jót. Hát ez megint, amit nekem mondanak, egy, kettő, az én tapasztalásom. Holott mi megtaláltuk Sopronban azt a pszichiáter hölgyet, és azt a neurológus urat, akit én nyíltan merek ajánlani, mert egy fantasztikus emberi és szakmai hozzáállást tanúsítottak. Ezt a filmhez, vagy az édesanyját? Nem, ezt most csak úgy mondom. Jó, tehát ez nem a filmhez, ezt így... Már úgy értem, hogy találtad meg, erre gondoltam, nem, hogy ezt anyukám, bocsánat, meg, ez anyukám révén, tehát ez volt a személyes része, amit én tapasztalok, de ettől függetlenül egész addig, míg hozzájuk eljutottunk, minket passzolgatnak, tehát ugye elmegy az ember neurológushoz, mert hát mégis őt először pszichiáterhez, mert hogy hát anyukám olyan fura, meg olyan depresszív, meg tehát olyan érdekes dolgai vannak, és olyan ideges, feszült mindig, hogy valamit tegyenek, hát a pszichiáter felé nyugtatót, az a legrosszabb, amit ilyenkor lehet tenni, de hát az ember nem tudja, hogy mi a baj. És akkor, amikor érezzük, hogy itt valami egy kicsit más, akkor ajánlanak neurológust, akkor elmegyünk, akkor a neurológus megállapít valamit, de ő nem tud kezelni, ő csak megállapítani tud, akkor visszapasszolnak a pszichiáterhez, aki meg csak megállapítani nem tud, csak gyógyszerezni vagy kezelni. Akkor mondják, hogy menjünk el pszichológushoz, de egy idő után ugye ilyen betegekkel már nem tudom, hogy a pszichológia mennyire tehát mennyire, nem azt mondom, hogy nem segít, hanem hát most aki valakinek ennyire tévképzetei vannak, ott már nem biztos, hogy lehet úgy kommunikálni, vagy azt tudja kihozni, de gondolom én ez így van, szakember szerint is, de... Szóval passzolgatnak. És akkor tulajdonképpen arra jöttünk rá, hogy mi nekünk azért volt szerencsénk, mert egy neurológus, egy pszichiáter ismerik egymást, és akkor ők ketten összedolgozva, hát mondom azt, hogy kezelték anyukámat, nem készítettek minket fel arra, ami és ahogy lesz. És például most jövő hét végén, egy hét múlva megyek Franciaországba és Spanyolországba a film miatt, ottani példát és diagnosztikát bemutatni, és ott úgy hívják, meg úgy általában Nyugat-Európában, hogy neuropszichiátria, tehát ők már rájöttek, hogy ez a kettő, ez valahol együtt jár. Nálunk az én tudásom szerint pár éve döntöttek úgy, hogy neurológusok kezébe adják a demencia, vagy legalábbis az Alzheimer kort, tehát ki lett mondva, hogy ők foglalkoznak vele. Nem tudom. Ez ugye úgy indul, hogy elvileg a házi orvosnál indul a történet, és akkor neki kellene ide-oda-amoda. Én egyébként eddig 24 orvossal készítettem interjút, ebben nagyon sok a házi orvos, és mindegyik, akivel én beszéltem, nyilván azért is tudtam velük beszélni erről, mert ők felkészültek voltak, és ők maguk, saját magukat képzik, mert hiszen látják, hogy nagyon sok a demens beteg, és egyáltalán mi is az a demencia, de igen, azt kimerem mondani, hogy elég rossz véleményem van a házi orvosokról, úgy mondom, tisztelet a kivételnek, mert effektív azon kívül, hogy az ember torkába belenéz, és fölír egy gyógyszert, nem biztos, hogy a megfelelő szakemberhez hív, vagy lerázazza, hogy egy szakemberhez elküld. Kollár István, dokumentumfilm rendezőnek az órának a vendégeit a Rádió Bécsben.
És az előbb elkezdtem neked mesélni egy sztorit, és azt mondtad, hogy ehhez tud kapcsolódni, úgyhogy gyorsan elmondom ezt is, hogy létezik Magyarországon olyan bentlakásos intézmény, amelynek a kertjében létrehoztak egy kisboltot, meg egy buszmegállót. Egyszerűen azért, mert a demens betegek közül az egyiküknek az volt a meggyőződése, hogy el kell mennie délután a gyerekért, ezért ő lement a buszmegállóba, állt ott egy kicsit, aztán visszament a lakrészébe, és ugyanez van a vásárlással. Tehát elmegy, bevásárol, aztán egy idő után az áruk visszakerülnek ugye a megfelelő polcára a boltnak. Hogy kapcsolódnál ehhez? Hát úgy, hogy van egy holland falu, egy Alzheimer falu nevű intézmény, ez egy ilyen kis kórházon belüli terület, ahol felépítettek boltot, buszmegállót és minden egyebet, tehát egy komplett várost, és az ápolók a személyzet, nincs pénzezés, és visszaadják a betegek élet méltóságát ezzel. Nem és ez az, ahol talán olvastam, hogy nem járnak egyenruhában, mármint, hogy nem tűnik kórháznak, meg orvosi. Nem. Tehát abszolút felépítettek egy nem létező, kicsit ilyen Trumanshoz hasonló várost, és ott tényleg élnek. Egyébként havi azt hiszem, hogy 3000 euróért fejenként, tehát nem mindenki engedheti nyilván ezt meg magának, de ilyen kezdeményezések vannak, akár látod, amit mesélsz, hogy egy intézményen belül kicsiben, illetve pont mesélték, hogy Kelet-Angliában van egy városka, a nevét most nem fogom tudni elmondani, ha akar nem se jut eszembe, de ott például annyira demens barát az egész városka, hogy tudják, hát kisváros is, tehát nem csak az, hogy tudják, hanem hogy van egy nénike, vásárol a helyi boltban, és elkapja a biztonsági őr, mert tele van a szatyra cuccal, amit nem fizetett ki, akkor nem az van, hogy megszégyenítik, hanem rájönnek, hogy vélhetően ő beteg, belenéz a szatyrába, gyorsan összeszámolják, hogy mennyi az annyi, és felhívják a hozzátartozót, hogy megint itt volt anyukád, 25 fonttal jössz. És akkor vagy van egy befizetett már összege a boltba, honnan ezt levonják, vagy nem. Tehát tudják, hogy beteg, és úgy is kezelik ezeket az embereket az egész városkában. Egyébként létezik egy demens barát város nemzetközi, hát nem díjnak nevezném, hanem minősítésnek, és ezt Magyarországon elsőként és egyedülállóként Moson-Magyaróvár nyerte el pont ezért, mert ott például vannak olyan demens barát boltok, stb., amik egy kicsit úgy működnek, ahogy egyébként az egész társadalomnak kellene. Úgyhogy nekem csak ennyit ott eszembe erről. Meg az, hogy ez a beszélgetés most egy picit olyan, mint hogyha én az Alzheimernek a szakértője lennék, vagy egy orvos, de ezek általában a személyes tapasztalataim, tehát ezt minden hallgatónak mondom, hogy amit én tapasztalok, az csak amit a film kapcsán tapasztalok, meg nekem, amit mondanak különböző szakemberek, de ők egymással is vitatkoznak egyébként a szakemberek, mint statisztika terén, tehát van, aki azt mondja, hogy 100 000 beteg van, most megerősítették, hogy olyan 250 000 betegről beszélünk jelenleg Magyarországon. Tegyük hozzá, hogy diagnosztizált betegről, mert az nyilván egy csomó mindenről. Tehát azért van ott még... Diagnosztizált meg ezek ilyen satszolt számok is, mert hogy a diagnosztika sem jár az élen, meg a statisztika is emiatt szerintem egy kicsit hiányos, legalábbis nekem ezt mondják, de hát ez matematikailag és minden egyéb kódokból kiolvasott szám. De itt nem ez a lényeg, mert ha most nem 250, hanem csak 200, akkor is egy őrült nagy szám, de ezt nem így kell nézni, hanem ha azt mondjuk, hogy jó, akkor nevezzük 250 000 betegnek. Egy hozzátartozó az minimum olyan közvetlenül is érintett ebben a betegségben, hogy leköti a napi 24 órában, vagy ha intézménybe adta a beteget, akkor is az élete megváltozott ettől. És akkor már rögtön 500 000 emberről beszélünk, és hogyha azt mondom, hogy minimum nem csak egy hozzátartozó van, hanem már a gyerekek, unokák élete is egy picit megváltozott emiatt, akár csak gondoljunk bele attól, hogy mondjuk az unoka nem mehet a nagyszülőhöz. Mert hogy ott már annyira a beteg és annyira ápad, senki nem akar egy pelenkázás végignézni, vagy megmutatni a gyerekének 10 évesen nyilván. És tehát, hogy itt akár milliós érintettségről is beszélhetünk, tehát, akinek a mindennapjait
ez világos. A szúnyálcheimer, hát vagy demencia teszi ki. Élményszinten te is, meg én is, ezt szerintem nyugodtan mondhatjuk mind a ketten, hogyha ezzel a dologgal foglalkozva egyszerűen csak beszélgetünk emberekkel, akkor neked is az a benyomásod, és nekem is, hogy minden közösségben, minden, tehát te mondtad az előbb, mindenki így vagy úgy érintett. Tehát ne, én se tudok úgy beszélgetni, ami egyébként erről szóló színházi előadásunk után, hogy ne legyen a közönségben hozzánk odaérkező ember, és azt mondja, hogy az én nagymamám az én, tehát szinte mindenki valóban érintett. Isten, nagyon pici időnk van most már, okay. És tényleg nem mint orvost akarlak fogadni természetesen, hiszen a filmről beszélgetünk, vagy legalábbis onnan indultunk el. Mi az az egy mondat, ha egyetem van ilyen? Ugye szokták mondani, hogy egy műalkotásnak legyen egy olyan mondata, amit meg tudom mondani, hogy mit akarok vele. Mit akarsz te ezzel a filmmel? Nem is beszéltük meg, de jót kérdezel. Köszönöm. Ha hosszabban válaszolok, mert nincs sok időnk. De még van még 4 percen, okay, mondjuk. Hát akkor azt kitöltöm. De nem. Tehát informálni, bemutatni a betegséget szakmai, emberi, társadalmi, mindenféle oldalról. Talán ez a hosszú mondat. A rövid az annyi, amit egy hölgy mondott, és ez a film bemutatójába is most belekerült, hogy ő azt mondta, hogy kapott egyik rendezvényen egy kitűzőt, és csak annyi volt ráírva, hogy nem vagy egyedül. És hogy ő ezen elsírta magát, és ez az, amit minden hozzátartozó gondol, érez, hogy egyedül van. És hogyha ennek a filmnek nagyon röviden kellene a lényegét meghatároznom, akkor azt mondanám, hogy ennek a filmnek az az üzenete, hogy nem vagy egyedül. És ez lenne egyébként a film címe, hanem egyszavas címeket adni. Nem töltötted ki 4 percet, úgyhogy ezt most még megkérdezem, hogy ugye erről is vannak mindenféle tanulmányok, hogy a betegség maga genetikusan örökölhető, hány százalék, ami ebben. Félsz-e a saját életed tekintetében ettől? Nem, mert a nőkre jobban jellemző. És hát pont, jó. Nem, okay, de szóval nem. Mindenki fél. Hát, én, hogy mondjam, igen, de úgy meg nem lehet élni. Tehát lehet, hogy előtt egy villamos, ha innen kilépek, vagy fejemre esik egy cserép, pont nagybátyámra esett rá egyébként, de nem halt meg, csak majdnem. De hát, hogy tényleg történhet bármikor bármi, de így nem lehet élni, én azt hiszem. Meg azért van még pár betegség, amit túl kell élnünk, vagy legalábbis nem elkapni, amiről megint csak nem tehetünk. Úgyhogy én így nem. Valamit akartam mondani különben erre, de az is igaz, hogy amióta ezzel a filmmel és témával is foglalkozom, mert egyébként párhuzamosan egy másik dokumentumfilmet is készítek, erről nem is beszéltünk, de azóta nem jutnak eszembe a szavak. Ez sajnos ilyen. Különben hihetetlen, ez ragályos. Ilyen. Egyébként ez tényleg így van. Az ember foglalkozik valamivel, és annak a tüneteit azonnal produkálja. Na jó, hát mindesetre most itt a vége, reméljük bemutatják ezt a filmet hamarosan. Mikor? Én nagyon bízom benne, hogy novemberben, és az egyik legnagyobb kereskedelmi tévé érdeklődik a film iránt, de még konkrétumokat nem kopogjuk tudok. Kopogjuk le, még kopogjuk akkor is, ha beleszól a mikrofon. Ha hallják, akkor egyeztessünk már ide pontot, mert most ezzel rugózunk itt, de köszönöm. Kollár István dokumentumfilm rendező volt a vendégem.